Maga után szedi a szart, nézd, rátötöttem. Enyém meg 200 kilométerre hozza vissza a botot. Vonattal jön, ő vezeti, figyelj! Igazából nem hiszek az ilyenekbe, sőt, ateista is vagyok. Ez lehet, hogy sokat meghökkente az információ, de hát az vagyok, mit csináljak. Van, aki meg laktózérzékeny. Felesége meg római katolikus templomba járó. Hívő, ebből nekünk sos semmi gondunk nem volt, ugye mindenki higgyen, amit akar szerintem, tehát UFO hívőknek is megvan a maga bibliája, a Nahát magazin. Betlemik az 52-es körzet, és sose tudom, hogy kell misén viselkedni ez a gond. Tehát én kívülálló vagyok, és nagyobb ünnepeken vállalom be, hogy elkísérjem a családot templomba, húsvétkor, meg ugye adventi hetekben kapta az asszony ezt a 4 alkalmas templombérletet karácsonyra, és... És nem tudom, hogy mit kell csinálni. Eleve nagyon furcsa hely a mise, mert nem tudom, mikor visz a hangfal mellé. Tehát normális fiszkónak tűnik, kiderül, egy nyugalmazott kántor üvölt a füledbe. Általában ez a gondom, nem tudom, hogy hogyan viselkedjek a misén, hogy csináljam velük a mozdulatokat, vagy nem. Tehát elején gondoltam, van ez a középút, hogy nem is vetem én a keresztet, csak mint a vakaróznék, keresnék valami. De most már azt mondom, az a korrekt, aki nem hisz, ne csinálja velük. Nagyon könnyű nem csinálni, amíg ilyenek vannak, hogy én vétkem. Tietek. Érdekel is engem Mennyország, én cserébe ütögessed magadnak. De aztán van az a rész, amikor könyörögjünk, egész bazilika letérdel mellettette, meg így állsz, hogy kísérő vagyok. Az azért rossz, az rossz. És van a rész, amit nem tudsz megúszni, a köszöntsétek egymást a béke jelével. Akkor a legváratlanabb pillanatban van idegen emberek, a kántor, aki ült a füledbe, a nő, akinek eddig a lábán álltál, tudom, rettegtem, hogy a szülészetre kapta. Most aki most fog következni, ő képzett színész, neki nem okoz gondot egy ilyen jelenet eljátszása. Alakított már többfejű sziámi Iker nénit is, sőt, állatokat is formált meg. Ebből a kedvencem a Rózsa Bogár, amit már alakított. Fogadják nagy szeretettel Mogás Dániel. Nagyon különleges kalandon vagyok túl. Elhatároztam, hogy megvalósítom gyerekkori álmomat, hogy elvonulok az egész világtól, mert én nekem ilyen gyerekkori álmaim vannak, mert én panel lakásban nőttem föl, egy szobában 12 négyzetméteren bátyámmal, akivel sokszor az 5000 is kevés lett volna. És hát szeretem a nyugalmat. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ha egy magam lennék a bolygón, minden másképp menne. Nagyon sok minden megváltozna, bűnözés megszűnne, közlekedési dugók, faji előítélet, alkoholizmus nem biztos, de alapvetően megszűnne az örök ellentmondás a ruházatom meg a divat között, mert ez lenne a divat, amit én hordanék. Apám, divat diktátor vagyok. Sőt, nem is hordanék ruhát, mert ezeknek, hát ezeknek nem fog, ne haragudj. Hogy én erre vágytam, egy nyugodt hétvége, elvonulni a világtól, feleségem támogatott, kinéztem egy kulcsos házat, elzárt terület, Bükki Nemzeti Park, 800 méter magasan, nénivel kellett végig egyeztetni oda úton, végig azon rettegtem, hogy ott derül majd csak ki, hogy nem volt rajta a fényképen, de van a kisház mellett egy Aqua Park, és én csak a minigolf pályán lakom a fűtővel a kisházba. De nem, odaértem, minden olyan volt, mint a mesébe, erdő, néni, kisház, volt a nénivel egy erdész, mondom, helybe vagyunk, vadász meg a nagymama. Kérdés, ugye hol a piroska, hol a bor meg a kalács, meg speciális vendéglátási probléma, hogy cseréltek ágyneműt a farkas után. Hát ezekkel szórakozottam magam, még nem ott nem maradtam városi emberként olyan problémákkal, hogy mondjuk fával kell fűteni. Nem tudom, valaki próbált-e már fával fűteni, nem, de nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Ott kezdődik, hogy sokat teszel rá, nem működik. Keveset teszel rá, nem működik. Nyitogatod, nem működik. Nem nyitogatod, nem látod, hogy mit csinál. Ha kiállsz nézni, hogy füstöl-e, nincs, aki rátegyen. Hát mondom, ezzel magába el leszek két napig. Nekem más program nem kell. Kérdezik majd, mit csinál a Zoli két napig. Fűtöttem, mit csináltam volna. Plusz rettegtem a szénmonoxid mérgezéstől. Azért durva, amikor nem azért kelsz fel éjszaka, hogy ége a tűz, hanem hogy te élsz-e egyáltalán. Hát valószínűleg otthonosabban lettem volna egy 2x2 méteres vasbeton kockával, ami len linoleum körbe tapéta. De aztán valami hihetetlen füstöléssel mégis a sikerült beüzemelnem, és akkor mindjárt egy másik mesébe éreztem magam. Kiültem a ház, de elmondom, hogy én vagyok a környéken a sima bőrű, villámló laptop, alapám, ilyet még nem láttak az állatok. El is neveztek a félelmetes csillogó szeműnek. Hát láttam már, hogy másnap rügyeket fog fogyasztani, és így fáró-fára szökellek át. Na most ez a bátorságom, ez éjszakáig tartott, amikor jöttek a hangok.
Nem mertek kivenni, csak így hallgatóztam. Ugye kint a természeterői, benne a kályhában a természeterői, én beszorultam közéig valahogy. És egy hangra tudtam gondolni egy idő után, csak egy lehet, hogy sok kővel asába mászik ki a farkas a patakból. Engem akar megbosszulni, hívja a többieket, mondom, egy menekülés van, forró vizet melegítek, aztán lesz valahogy. Azt újra be kéne tudni gyújtani, úgyhogy nem. Se térerő, se ember. Ugye mennyi horrorfilm kezdődik így. Ilyenkor látod is magad összes extrém halálesetben, hogy rád találnak két nap múlva. Mókusok elrágták a fát, rádül a kémény, hogy dől a szénmonoxid. Nem tudom fölhívni a nénit, nem tudom fölhívni a vadászt, ők meg boldogan élnek, amíg én meg nem halok. Nem tudom, hogy aludtam el, de reggel megint azzal ébredtem, hogy a természet gyermeke vagyok. Vidáman integettem minden erdő kerülő testvéremnek. Itthon jöttem rá, hogy még ember így nem szerette a fatóvajokat. Na hát következő fellépőnk is városi ember, sose látott még disznőlést, összerezze a madárcsicsergést hal, és másfél éve költözött el otthonról a szembe lévő házba. Elmondása szerint azért, hogyha sütemény nyilatot érezne, akkor még frissével hazaérjen. Fogadják szeretettel, Belicei Balázs! Köszönjük szépen! Jövő héten lesz legközelebb Sóder Klub, addig más tévéműsorokkal kell beírniük. Szóval van most ez az új Dallas, nem tudom, valaki nézi-e? Nézi valaki az új Dallas? Most komolyan. Járom az országot, még ember nem volt, aki vállalta volna. Azt mondta, hogy női báli kesztyűbe, és egy símaszba mennék ki. A maszk az külön hasznos, hogy nem látják, ki ez a kretén, aki így jött le a strandon. Volt még a nyáron olimpián is, és komoly vita volt előtte, hogy most lehet-e az egészségesek között műlábbal indulni, vagy mekkora műlábbal lehet, mekkorával nem. Szerintem 4 év múlva azon fognak vitatkozni, hogy elindulhat-e ember nélkül 2 műláb. Szerintem a legegyszerűbb az lenne, hogy építesz egy robotot, befut és rátesz egy fél ember. Ez nem is doppingol egyébként, mert mindenki doppingol, mindig ez van. Engem minden alkalom megdöbbent, hogy mi a golfozók is doppingolnak. Mit szednek, altatót? Nyugtatót? Van egy ilyen sport, itt tudjál állni sokáig. Mindig gondolkodom rajta, hogy hogy találták fel a golfot. Szerintem ez egy küzdősport volt. Valaki a kertbe egy kapával le akart ütni egy vakondot. Csak most már az állatvédők miatt ilyen játékos formában oldják meg, labdaütő. Egyébként pedig hát már többektől visszavették az érmet, mert ugye kiderült, hogy doppingolt. Azt mondják, hogy az élményt nem lehet elvenni tőlük, én elvenném azt is. Ezt úgy csinálnám, tartanék egy érem visszavevő ünnepségen. Az úgy néz neki, hogy visszafele játsszák a himnuszt, és be kell állni egy gödörbe. Áll a gödörbe, és közben valaki nyakába kezd egy táblát, doppingoltam. Ezt szeretném. Na most nem csak ilyen világmegváltó terveim vannak, hanem természettudományos érdeklődéssel, mint David Attenborough, figyelem az embereket. És hát valamit érdemes megfigyelni, például nagyon érdemes megfigyelni, hogyan telefonálnak az emberek. Mert azért érdekes, hogy az emberek nem tudnak többfele figyelni. Ezt a férfiakról mondják, hogy nem tudnak többfele figyelni. Én már láttam olyat, aki nagyon macsó, az már egyfele se tud. De aki telefonál, az ha nő is, arra az időre férfivel változik. Mert az egész testéről megfeledkezik, ugye ezt csinálják az emberek, hogy mennek-mennek, telefonálnak, mennek-mennek. Van, aki így telefonál, nem tudjuk, hogy miért. Te mindig támaszkodna egy kicsit. Az a durva, a buszra nem tudsz felszállni vele, várjál, hoppá, leteszem, mert elmegy a busz. Aztán, ugye van, aki, ja, van, aki ezt csinálja, hogy így oda-vissza megy. Ez a magánzárkás, úgy hívom. De van, aki ugyanezt a távot körbe teljesíti. Egy éven megy, és a kanyarokba bedől. A salakmotoros, úgy nevezem. Aztán van a rugdosó, az egészen megdöbbentő, az semmi értelmes magyarázat nincsen, de talál magának egy fát, vagy egy oszlopot, és addig rugdosa kivágná az egészen. Nagyon fontos megfigyelni mindig kettőt-kettőt. Kettő. Így kell. Aztán van, aki úgy átrendezi a lakást, hogy nem veszi észre. Én még ilyen firkálgató vagyok, hogy
annyi kört, meg háromszöget, meg kubista csendéletet, még ember össze nem rajzott, mint én. Hát lehet, hogy a Picasso végig telefonált, így festett ez oda trükkje. Vagy pont mikor telefonált, akkor teljesen normális női fejeket rajzott, végén összetépte, mi ez. Aztán van, aki meg csak így megy, egy irányba, megy. Leteszi, akkor nézi, hova ment-e? Tehát a kockásfülű nyúl tulajdonképpen az a magyar Batman. Az önjelölt igazságosztak, még hülyén is néz ki. Eleve nem értem, hogy hogy születik egy ilyen szuperhős, mert mindig az van, valami valakit megharap. És itt vagy egy nyúl megharapott egy zöld abroszt. Vagy egy ilyen kockás inges informatikus egy helikopter. Nyáron még a szúnyogoktól szoktunk nagyon rettegni, és jellemző, hogy milyen rövidlátó az emberiség. Azt mondják, hogy ezt a nagy szúnyogot, ezt nem kell bántani, mert az hím szúnyog, ártalmatlan, nem csíp. De hát emberek, azt csinál összes többi szúnyogot is. Csak azt kéne leütögetni, hát nagyobb is, lassabb is, nem is védekezik. Azt leütögetnénk, egy szúnyog se lenne nyáron, ez egy ilyen misszió, majd próbáljuk ki. Figyeljük meg, hogy amúgy pedig mindent a NASA fejleszt ki. Ez a teleszkópos reklámoknak ilyen visszatérő fordulata, hogy a NASA fejlesztette ki az űrhajósok számára. Na most, hogy tényleg kell a súlytalanságban a szőrgyűjtőkesztyű, vagy egyáltalán használják a csodálatos sövényvágót, nem tudom. De ők kifejlesztik. Tehát szerintem a NASA-nál úgy jönnek a folyosón egymás után az ajtók, hogy hajtóművek, idegen civilizációk, serpenyők, vágódeszkák, zokticentrifugák, antigravitáció, fürdőszó, a mérlegek, ez így együtt van. Tehát még főleg ilyenekkel foglalkozása, van néhány rakétájuk is hozzá, és azt lehet hallani az irányító központban, hogy Houston, Houston, nem tudunk habot verni, segítsetek! És akkor ők segítenek, mert fejlesztik nekik. No hát a fejlesztések csúcsa viszont egy műszaki dolog, amire mindenképpen beszélnem kell. Láttam egy kis filmet arról, hogy hogyan készül a Rolls-Royce nevű gépjármű. Talán tudjuk, hogy mindenből csak a legdrágábbat építik be, mindent csak kézzel építenek be. Tehát szerintem a Rolls-Royce-hoz még az ablakmosó folyadékot is 25 évig érlelik. Barikkol töltve hordokba. A kis Wunderbaumot a Skandinávia legsötétebb erdejéből, legmagasabb fenyő tetejéről szedett tűlevélből, rénszalak sodorják a combjukon. És minden vonóhorogra a teniszlabdát maga Federer teszi rá. Egyébként minden kocsit 5 órán keresztül políroznak, az elég sok, tehát eredetek egy Rolls-Royce sokkal nagyobb csak. Ez lesz belőle a végére. De nem ez a szép, hanem hogy megnéztem ezt a kisfilmet, és van egy bácsi a Rolls-Royce gyárba, akinek 30 éve az a munkája, hogy minden kocsi oldalára ő húzza a csíkot. Minden segédeszköz nélkül húzza a csíkot, tehát nem az, hogy robotok nélkül, vonalzó nélkül húzza. De nem úgy, hogy tartja, és akkor elhúznak mellette csúsztatott kuplunggal, ahogy én csinálnám. Hanem teljesen szabályosan, egy lendülettel, 3 óra alatt húz egy ilyen csíkot. Tehát amióta megjöttek, már egy fél métert halad. Nem tudom mi, hogy egyszer így tüsszent, akkor azok a bezúzzák annak annyi. Este állnak emberek a kerítéstől, nincsen valami elrontott Rolls-Royce, amit csak kidobnának úgyis. Húzza a csíkot, végig arra gondol, egyszer hazajövök, most már csak aerobikozni fogok, hogy pogózok, fallabdázni fogok. És különleges francia krétával kenik az ujjét, hogy ne tapadjon oda. És különleges mókusszörecsette húzza a csíkot, ami ez a mókusokat szerintem külön tenyésztik a gyárba. Kizárólag nutellás Raffaellón élnek. És puszta kézzel végeznek velük a gyárudvaron. Nem igaz egyébként, mert nem puszta kézzel végeznek velük, hanem mahagóni baseball ütővel verik őket agyon. És egyszer volt egy hét, hogy véletlenül nem mahagóni a verték őket agyon, azokat a kocsikat visszaívták, mert rossz lett a csík. Muszáj ide gombolnom, apámnak a mániája, hogy a legjobb autó a világon nem kérdés, a régi Dacia. Mert a bososai hívtak vissza egyet se.
Nagyon nagy újítások vannak viszont a táplálkozás terén is. Rengeteg elmélet van, hogy hogyan kellene táplálkoznunk. Mondjuk én úgy táplálkozom, hogy édesítővel iszom a kávét, de beküldök mellé egy komplett csokinyula. Csak amit a gyerektől elkobzok. Egyébként az az érdekes, hogy így is majdnem minden napra jut. Tehát, hogyha a gyerekek tolnák be húsvétkor az egészet, akkor az agyukba, cukorba egy aranylövés zajlana le, és még diannás cukorra se lehetne őket újraéleszteni. Na most ezen kívül hát én mindent gyűlölök, ami kicsit is képlékeny, íztől függetlenül, tehát nekem nem a puding próbálja az evés, hanem az evés próbálja a puding. De nem ez a lényeg. Van egy ősi kínai köszönés, ez a ettém a márist. Ez a pálinkás jó reggeltnek a helyi megfelelője. Biztos van ilyen ősi angol köszönés, forre már a te a víz. A skót köszönés, valaki meghívott ma már egyáltalán? Vagy ír köszönés, ugye nem ittál még vizet. Na most nem ettem ma rizst, egyébként attól is féltem gyerekkoromban a bácskai rizses. Az mindig úgy hangzott, mint a texasi láncfűrészes. Újra lecsapott a bácskai rizses. Nem tudom, hogy ő lesz egy kérdés. Valószínűleg köpőcsőve kemény rizse hátulra. Rengeteg sok elmélet van már, hogyan kellene táplálkoznunk. És van már ilyen elmélet, hogy paleolit táplálkozás, hogy állítólag olyan sokáig voltál ősember, a gyomrod nem követte ezt a pár ezer évet, és azt kellene enni, amit az ősember evett. Tehát, hogy kellene egy ilyen főző műsor, Stály Judit egy barlangba, Vilmának öltözve, 3 órán keresztül pattintja a tüzet, aztán jön ez, hogy hopp, itt a tűz, amit tegnap pattintottam. Te meg megeszed otthon nyersen az egészen. Van egy ismerős házas pár, akik nem paleolit módon táplálkoznak, csak szimplán biosok. Vagy bebiosodtak, én úgy mondom. Váratlanul bebiosodtak. És esznek ők húst, de kizárólag boldog csirkét fogyasztanak. Ez egy létező kategória, a boldog csirke. Nem akkor boldog, amikor eszed. Előtte boldog, amikor meghal. Vagy hát mielőtt meghal, mert hogy állítólag az a csirke az egészségtelen, amelyik átéri a gyárvesz a sok stressz, hogy úristen, futószalag, targoncák, kémények, rémülnek. Hanem a boldog csirke az csak úgy, gyanútlanul. Kapirgágat így a mezőn. És amikor úgy látják rajta, hogy jobb napja van, megvan az élettel elégedve, amit lehetett már elért, ól megvan, táp megvan, akkor ütik le hátulról, és valószínűleg a boldogtalan csirke direkt olcsó. Nem tudom, hányan vesznek így oda a Grand Canyonnál nap, mint nap, haza akar szólni, de ami igazán veszélyes, az kocsiba telefonálni, és igen, van egy barátom, aki sajnos telefonál kocsiba, és azt vette észre magán, hogyha pirosnál hív valakit, fölveszik, ő elindul. Nagyon veszélyes. Na de nem csak a telefonálokat figyelem, hanem mindenkit, és van egy barátom, aki biológiai érdekesség, és az egyben a leggusztustalanabb történet is, amit valaha meséltem, sőt, az egyetlen gusztustalanabb történet, amit valaha meséltem, Herman Tamás barátom úgy tudja enni a mákos tésztát, hogy ahogy nyeli, az orrán húzza ki. De nem ez a durva, hanem hogy nincs rajta mák. Zoltán az igényes humor pápája egy új oldalra mutatkozott be. Nagyon komoly vitám volt édesanyámmal, hogy ezt a gusztustalan történet elmesélhetem-e. Fölvetettem ezt az első fellépőnknek. Aztán milyen gusztustalan története? Hogy neki ebben semmi gusztustalan nem volt, bár ő maga már egyre kevesebbet mesél ilyeneket. Kérdeztem tőle, hogy talán az is lehet, hogy akkor 6 éven aluljáknak is fogyasztható a műsorod. Azt mondta, az teljesen ki van zárva. Itt lesz a Soder Klub színpadán nem sokára Mogás Dániel és Belicei Valázs, de most fogadják nagy szeretettel Beng Dénes. Köszönjük szépen. Beng Dénes, láttuk, hallottuk. Szokták tőlünk kérdezni, hogy hogy jönnek az ötletek, hogy születnek a történeteket, általában meg szoktak történni. De most volt egy olyan esetem, hogy egy konkrét rádiókabari jelenetben éreztem magam. Az történt, hogy
bedugult az egyik fülem, ehhez nem kell külön beutaló, fölhívtam a központi betegirányítót, a másik fülemmel mi a őt kérdeznéd. Ez fontos, hogy nem tételezték föl, hogy nekem több fülem is van, és betelefonáltam, fölvette egy női hang, na most ehhez kéne tudni hangot utánozni, leteszem addig, hogy én nem tudok hangot utánozni, csak a Mickey Egér hangját, azt is csak amikor azt mondja, hogy Pluto, de hát nem lehet egy karriert alapozni, de szerencsére van öreg néni hangom is. Egyébként ezt fogom használni, az öreg néni hangom az ő Subáni hangja a 14. kerületben az Eleonora utcából, nem tudom, ismeri-e valaki. Ott laktunk, és ezzel szórakoztattam mindig a családot, hogy Subáni hangján beszéltem. Nagyon jó vagyok benne, az ő hangja az úgy indul, hogy először nagyon nehezen indul be, és aztán hihetetlen magasságokba ér el, és ott rezegteti. Ezt leginkább azzal mondaton lehet szemléltetni, hogy na de Zoltán! Megismerték Subáni, ő az. Ja. Tehát, fölhívom, ez a szituáció, időpont a fülés. Szesztóvédelmi rovatommal kezdeném. Vettünk a gyerekeknek hálózsákot, az van ráírva, hogy lassan égő anyagokból készült. Azért jó, mert még visszaalhatsz. Jó, mindjárt hívom a tűzoltókat. Azok meg olyan komótosan jönnek, beúrunk még pár helyre, mert ezt tudjuk lassan még. Ez ilyen szundi üzemmód tulajdonképpen, hogy van 5 perced, amíg begyullad. Ezt zárójelben jegyezném meg, én gyűlölöm ezt a kifejezést, hogy szundi üzemmód. Tehát ez a visszaalvó gomba az órán. Tehát azért azt tisztázzuk, hogy a szundi az, amikor te ugye vasárnapi ebéd után epilesz magadtól a fotelba. Nem amikor hétfő reggel 6 óra 30-kor, még 5 percig könyörögsz egy gépnek. Hát ha mindenképpen hét törp, akkor morgó üzemmód szerintem. Ha most a hálózsák mellé lett egy macskánk is, és mindenki ezt kezdte, hogy vettetek macskát? Ki az a kretén, aki ezért pénzt ad? Házi macskáért, az úgy lesz általában az embernek. Nem kellett fizetni, ugye a világpiaci értéke elenyésző. Mondtad, hogy nincs egy macska ínség. Nem mesélem majd a kisunokámnak, hogy emlékszem még a 13-as nagy macska a száj idején történt. Kutyákkal fogtuk az egeret, kisunokám. Összes tejfő ránk száradt. Kinyúlva az emberek már egymást simogatták. Bármelyik tudom csinálni a 13-as macskalszáj, de nem ezért jöttek. Na most nem ez van a valóságban az van, hogy van egy macskád és nem figyelsz rá, rengeteg macskád lesz egy pillanat alatt. De tovább inflálódik egy macska értéke természetesen. Számításaim szerint, hogyha nem létezne az ivartalanítás, akkor ezen a bolygón a macska már úgy derékig érne. Szerencsére létezik, megvettük hozzá a szakkönyvet, nem az ivartalanításhoz, hanem a macskához, magához, mert soha semmilyen állatom nem volt, nekem furcsa, ezek jönnek, mennek, tehát én egy panel lakásból jövök, talán tudjuk, hogy a panel lakásot csak a tacskókutya képes megélni. Sokan nem értik, hogy miért kell minden lépcsőt a tacskókutya. Ennek van gyakorlati értelme, hogy bárhol akad a lift, még éppen ki tud rakni, hogy segítséget hívjon. És a rúgós porázzal, még a boltőt is vissza tudod rántani. Na most megvettük ezt a macskakönyvet, senki ne vegyen ilyet, ezt macska tárgyártó cégek szponzorálják, az egész arról szó, semmi más nem jó a macskának. Tehát nem jó a tej például a macskának. Különleges macska tejet kell neki vásárolni, amit vagy vegyészmérnők állítanak elő a semmiből, vagy van ember, hogy egészen egyszer az a munkája, hogy macskát fej. Én nem szoktam gusztustalankodni, de el tud ezt kézzel, én napi 8 órába. Megint másfél deci csak. Boldog, ilyen nagy üvegben, mennyi macska szenved azért, ugye mennyi gombolyag elfogy annyi idő alatt. Most meglett az a könyv, hát ott nyit ki, ezen nincs mit szépíteni, van egy fénykép, áll egy ember egy medence szélén, és a két hátsó lábánál fog egy macskát, és a feje fölött lasszózó mozdulatokkal pörgeti. Na, külön könyv van a macska kínzás, az azt vettem meg, mert én nyújtam, hogy dobja a medencébe. Nem, ez teljesen szakszerű dolog, mert hogyha víz megy a macska fülébe, akkor ez a módja neki, hát. Mondom a családnak, azt látjátok, nem én fogom ezt csinálni a macskával. Lehet, hogy kimegy a füléből, de hogy nem hálás érte, az egészen biztos. Nincs is medencé, ne szórakozzál, hát. Na, meglett ez a macskakönyv, mi volt az első kérdésem? Mennyi ideig él egy ilyen? Nem, mintha nem szeretném, csak mondják a gyereknek adod, mindenképpen rá fog maradni.
És azt írja a szakkönyv, hogy akár 30 évig is. Hát mondom, 65 éves leszek akkor, hogy gyerek lehet, hogy a világ másik felén fog lakni, még mindig ott ültem a kertből, safranek, jöjjön elő. Én neveztem, ahogy tudja, hogy nem ő a főnök. És mi volt a második kérdésem, hogy nemet vagy egyszerűbb rögtön már egy 28 éves macskát beszerezni, és két évig eljátszik vele a gyerek, azt nem. De sógorom mondta, hogy ez Zoli, ne hülyeskedj már, én láttam már 28 éves macskát, az alig bírt mozogni. Ez kell, hozzon, ez kell! Megijedtél, látom. Nagyon sokat készülök el, két hete gyakorlom, hogy föl rád döntse. Na most egyébként nagyon vidám történetnek indult, aztán nagyon szomorú történet lett belőle, mert kiderült, hogy a macskák nem élnek 30 évig, hogyha átmegy rajtuk a 141-es busz. Evite a megfelelő szerfező, le kell adni kilónként 140 forintért. Én nem 141, nem tudom, ez egy furcsa összefüggés. Van róla a számlám, macska detem 420 forint, nem tudom elszámolni, és elvitte a megfelelő szert, ez nagyon szürreális hely. Zöld ruhás emberek, zöld kerítés festenek még zöldebbre, halálos csöndbe. Ki van írva, ne csöngessen, nyitva van. Mondom, miért ne csöngesek? Megzavarja a kutyákat. A kutya menhely vagyunk, csak veszünk át macska detemet is. El fogják hamvasztani? Persze, elhamvasztjuk, mit látom? Hát ez safranek története. Volt ennél durvább, mert egy rossz életű barátom akarta megtanítani a macskáját cigarettát sodorni. Olyan cigarettát, mint ennek a hatására eszébe jutott. Mennyire az lenne, ülnek a fotelben, círni csinálj egy cigit. Nem sikerül neki, sok papír széttépet, de majmot meg lehet tanítani, csak az meg kis porronát cuccoz, árulná az állat kell. Delfin meg mindig összevizezi, nem? Na most... Igazából az emberek a legfurcsábbak, figyelem az embereket, valamikor úgy nézek ki, mintha robotok lennének. Ez a kedvenc, amikor menzán tolják a tálcát, tolja, leveszi. Mindig azt hiszem, hogy amikor veszi le, egyen megtolnánk az összes tálcát, úgy, ahogy rátennék kifizetni, megendék. Egyen semmi gond nem lenne. Na, ugye a férfiakra mondják, hogy nem tudnak többfele figyelni, aki nagyon macsó, az már egyfele sem, én azt mondom. És van barátném, aki viszont nő létére nem tud többféle figyelni, de annyira nem, hogyha megy otthon a mosógép, akkor... Kőhalmi Zoltán nagyon népszerű humorista. Azt szoktam mondani, de nem a levegőbe beszélek, elmondanám, mennyire népszerű vagyok. Nem tudom, ki emlékszik, volt egy régi tréfám, spórolási ötlet, hogy a fizetős WC-be vissza kell kérni a pénzt, hogy nem sikerült. Valaki írt, hogy ezt kipróbálta élesbe, hogy működik-e. És azt mondta neki a WC-s néni, hogy már megint az a kőhalmi, ne szórakozzál! Úgyhogy ennyire világhírű vagyok, illetve lehet már kapni kőhalmis pólót, kőhalmis bögrét, én még a plüskőhalmit várom nagyon. A plüskőhalmi annyit tudna, hogy ahogy levesz a szemvegét, elalszik, mint az igazi, és csinál az bármit a hajával visszaállít. Ezt szeretném én látni, illetve hát úgy érzem magam, mintha a Schröder Klub kabala figurája lennék. Ez olyan érzés, mint amikor az első behívómat megkaptam sorozásra, apám mondta, hogy nagy bajban lehetnek, hogyha már rád is szükségük van. Fél éve nem találkoztunk, azóta pont volt egy nyár. Most meg már jön a tél, az ősz az idén elmaradt, úgy tűnik. Nekem minden éjszaka megvan a külön problémám. Tehát azzal mondjuk, hogy az egyik éve sem tudom meg... Jó, a tavasszal meg az ősszel nincs olyan sok, de pont az marad el a global warming miatt általában. Szóval, hogy minden éjszaka megvan a külön problémám. Azt például egyik éve sem tudom megemészteni, hogy a tavaszi nagytakarítás egybeesik a tavaszi fáradtsággal. Ez nagyon nehezen érint, és van ennél rosszabb, rájöttem, mert az érettségizőknek az egész tavasz egybeesik az érettségivel, meg a kamaszkorral. Hát mennyivel könnyebb lenne egy borongós novemberi délutánra 75 évesen impotensen fölkészülni? Nem volna el semmi a figyelmeden. Van azért, ami könnyen, mert például azon gondolkodtam, hogy most milyen könnyű tétel lehet az földrajzból, hogy Magyarország ipara. Konkrétan úgy néz ki a felelet, vaktéképpen jelölt be az Audit. Ötös. De lehet azt a németeknél tanulják, úgyhogy nem Magyarország ipara. Na most, a nyarunk meg olyan volt, hogy a Balatonba hínár bálnák és zátonyok jelentek meg, és azt mondják, hogy teljesen tudományos álláspont, hogyha így folytatódik, akkor kiszáradhat az egész Balaton úgy, ahogy van. Tehát lesz majd Balaton átfutási verseny,
kék szalag motoros verseny. De nekem külön hasznos lesz, hogy a kiszárad, mert végre előkerül a nyakba akasztható hengeres pénztárcám. Több szemüvegem, lapos üvegek, ugye fél életem ott van. Meg a legrégen, amikor kiszárad, megtalálnak vízibiciklit, még harcoló német turistákkal. Van egy nagyon fontos nyári újításom, megfigyelésem, mindenki ajánlom. Fagylatot gyereknek csak szín szerint szabad venni, mindig amilyen pólóban van. Nagyon sokat spórolsz fel, nagyon praktikus. A kockásing nincs megoldva, tehát az a, nem tudom, rácsos linzerízi fagylatot még nem találták föl. Ezen kívül hát a nap ellen, vagy a nap, hogy mondják ezt, küzdöttem a nap ellen. Naptejekkel kísérleteztem. Komoly kísérletem volt, hogyha vajon a 30 faktorra rákenem az 50-et, az lesz-e 80. Nem sajnos. Nekem volt egy tanárom, ő mondta ezt, hogy benn van 30 fok, kín van 40, én meg itt állok a 70 fokos hőségben. Nem matekot tanított, hanem orosz. Szóval az a lényeg, hogy nem lesz 80 faktor, pedig jó lenne, hogy addig tudnám már kenni, hogy egy gázes óra gond nélkül ráfekszek vele. Ugye nem? És én nem leégő típus vagyok, hanem nagyon gyorsan barnulok. Tehát én a nyár első leheletével magamra tetoválom a teljes ruházatnak a kontúrját. Rövid nadrággal, óraszíjjal, szandálpánttal. Utána már nem is merek levetkőzni, mert ugye kimennék a napra, akkor a barna részen tovább barnul, ugye megmarad a kontraszt. Úgy lehetne kompenzálni a térdzokniba. Köszönöm szépen, Kormos Anett az első fellépő, aki lehajtotta a WC deszkát a öltözőben. Vagy legalábbis az első, aki ha lehajtja, akkor nem piszkítja be. Én így fogalmazok, mert én vagyok a humorista, aki nem beszél csúnyán, talán tudjuk. Tehát 16-os karikával megyünk, de alattam le lehetne tekerni 12-re nyugodtan. Egyébként nagyon fontos változás az életünkbe, hogy van már idén, ebben az évben van már 6-os korhatár karika is. 6 éven alul nem ajánlott, 5 évesek lecsúsztak a vukról, így jártam. És az én karikában már 6 alá nem merészkednék le. Ezt én 6 alatt úgy oldanám meg, nem karika lenne, hanem egy ilyen bekötött szemű tévémaci jeltomácsol, hogy ne. Ne csináld, nem szabad. De egyébként nem minden az életkor, tehát szerintem kellene egy ilyen végzettség karika is. 18 plusz 8 osztály. Vagy még a durvábbaknál a Mindentudás Egyetemén nem karika lenne, hanem egy ilyen komplet sudoku föladvány. Meg tudod fejteni, kiderül, hogy nézted egyáltalán, vagy nem. Mert nem mindent olyan nagyon könnyű befogadni. Én voltam egy kortárs képzőművészeti múzeumban. Azt mondják, amilyen teljesen kortárs, azt nem is szabad megnézni, mert arról csak ilyen 30 év múlva derül, hogy melyik a szemét, melyik nem. Ők se tudják, csak vigyáznak rá, aztán majd kiderül, ők ráérnek. Na most így is voltam olyan teremben, és így lerakod a táskádat, mire visszamegy, már többen nézik. Mit akart a művész kifejezni, vajon? Az elvágyulás lehet valószínűleg. A mester hátizsákos korszakával. Úgy tudod hazamenni, neked is kell már a végén licitálni rá. És egyszer volt egy gyűjtő, aki véletlenül megvette a teremőr nénit, mert a rossz oldal, mint a szalagnak. Úgyhogy nagyon vigyázni kell a művészettel, csak ezért mondom. Egyébként hát visszatérve a korhatára, van, amit nem ajánlok 6 év alatt, mondjuk a kockásfülű nyúl. Attól én rettegtem gyerekkoromban, mert mindenkit figyel a paneász tetejéről távcsővel. Bármikor beavatkozik a homokozóba önkényesen. Azt se tudtam biztosan, hogy budapesti vagy miskolci, mi házunk tetején is lehet. Tehát a kockásfülű nyúl tulajdonképpen az a magyar Batman. Az önjelölt igazságosztak, akik hülyén is néz ki. Ereve nem értem, hogy születik egy ilyen szuperhős, mert mindig az van, valami valakit megharap. Itt vagy egy nyúl megharapott egy zöld abroszt. Vagy egy ilyen kockás inges informatikus egy helikopter. Nyáron még a szúnyogoktól szoktunk nagyon rettegni, és jellemző, hogy milyen rövidlátó az emberiség. Azt mondják, hogy ezt a nagy szúnyogot, ezt nem kell bántani, mert az hím szúnyog, ártalmatlan, nem csíp. De hát emberek, azt csinál az összes többi szúnyogot is. Csak azt kéne leütögetni, ám nagyobb is, lassabb is, nem is védekezik. Azt leütögetnénk, egy szúnyog se lenne nyáron, ez egy ilyen misszió, majd próbáljuk ki. Figyeljük meg,
hogy amúgy pedig mindent a NASA fejleszt ki. Ez a teleszkópos reklámoknak ilyen visszatérő fordulata, hogy a NASA fejlesztette ki az űrhajósok számára. Na most, hogy tényleg kell a súlytalanságban a szőrgyűjtőkesztyű? Vagy egyáltalán használják a csodálatos sövényvágót? Nem tudom. De ők kifejlesztik. Tehát szerintem a NASA-nál úgy jönnek a folyosón egymás után az ajtók, hogy hajtóművek, idegen civilizációk, serpenyők, vágódeszkák, zokni-centrifugák, antigravitáció, fürdőszó, a mérlegek, ez így együtt van. Tehát ők főleg ilyenekkel foglalkozása, van néhány rakétájuk is hozzá, és azt lehet hallani az irányító központban, hogy Houston, Houston, nem tudunk habot verni, segítsetek! És akkor ők segítenek, mert fejlesztik nekik. No hát a fejlesztések csúcsa viszont egy műszaki dolog, amire mindenképpen beszélnem kell. Láttam egy kis filmet arról, hogy hogyan készül a Rolls-Royce nevű gépjármű. Talán tudjuk, hogy mindenből csak a legdrágábbat építik be, mindent csak kézzel építenek be. Tehát szerintem a Rolls-Royce-hoz még az ablakmosó folyadékot is 25 évig érlelik. Barikkol töltve hordokba. A kis Wunderbaumot a Skandinávia legsötétebb erdejéből, a legmagasabb fenyő tetejéről szedett tűlevélből, rénszarok sodorják a combjukon. És minden vonóhorogra a teniszlabdát maga Federer teszi rá. Egyébként minden kocsit 5 órán keresztül políroznak, az elég sok, tehát eredetek egy Rolls-Royce sokkal nagyobb csak. Ez lesz belőle a végére. De nem ez a szép, hanem hogy megnéztem ezt a kisfilmet, és van egy bácsi a Rolls-Royce gyárba, akinek 30 éve az a munkája, hogy minden kocsi oldalára ő húzza a csíkot. Minden segédeszköz nélkül húzza a csíkot, tehát nem az, hogy robotok nélkül, vonalzó nélkül húzza. De nem úgy, hogy tartja, és akkor elhúznak mellette csúsztatott kuplunggal, ahogy én csinálnám. Hanem teljesen szabályosan, egy lendülettel, 3 óra alatt húz egy ilyen csíkon. Tehát amióta megjöttek, már egy fél métert hala. Nem tudom mi, hogy egyszer így tüsszent, akkor azok a bezúzzák annak annyi. Este állnak emberek a kerítéstől, nincsen valami elrontott Rolls-Royce, amit csak kidobnának úgyis. Húzza a csíkot, végig arra gondol, egyszer hazajövök, most már csak aerobikozni fogok, vagy pogózok, fallabdázni fogok. És különleges francia krétába kenik az ujjét, hogy ne tapadjon oda, és különleges mókus szörecsette húzza a csíkot, ami ez a mókusokat szerintem külön tenyésztik a gyárba. Kizárólag nutellás Raffaellón élnek. És puszta kézzel végeznek velük a gyárudvaron. Nem igaz egyébként, mert nem puszta kézzel végeznek velük, hanem mahagóni baseball ütővel verik őket agyon. És egyszer volt egy hét, hogy véletlenül nem mahagóni a verdőket agyon, azokat a kocsikat visszaívták, mert rossz lett a csíf. Muszáj ide gombolnom, apámnak a mániája, hogy a legjobb autó a világon nem kérdés, a régi Dacia, mert a bososai hívtak vissza egyet se. Nagyon nagy újítások vannak viszont a táplálkozás terén is. Rengeteg elmélet van, hogy hogyan kellene táplálkoznunk. Mondjuk én úgy táplálkozom, hogy édesítőbe iszom a kávét, de beküldök mellé egy komplett csoki nyula. Csak amit a gyerektől elkobzok egyébként. Az az érdekes, hogy így is majdnem minden napra jut. Tehát, hogyha a gyerekek tolnák be húsvétkor az egészet, akkor az agyukba, cukorba egy aranylövés zajlana le. És még diannás cukorra se lehet őket újraéleszteni. Na most ezen kívül hát én mindent gyűlölök, ami kicsit is képlékeny, íztől függetlenül, tehát nekem nem a puding próbálja az evés, hanem az evés próbálja a puding. De nem ez a lényeg. Van egy ősi kínai köszönés, ez a ettém a márist. Ez a pálinkás jó reggelnek a helyi megfelelője. Biztos van ilyen ősi angol köszönés, forre már a teavíz. A skót köszönés, valaki meghívott ma már egyáltalán? Vagy ír köszönés, ugye nem ittál még vizet. Na most nem ettem ma rizst, egyébként attól is féltem gyerekkoromban, a bácskai rizses. Ez mindig úgy hangzott, mint a texasi láncfűrészes.
újra lecsapott a bácska a rizses. Nem tudom, hogy ő lesz egy kérdés. Az egy köpőcsőve kemény rizse hátulra. Rengeteg sok elmélet van már, hogyan kellene táplálkoznunk. És van már ilyen elmélet, hogy paleolit táplálkozás, hogy állítólag olyan sokáig voltál ősember, a gyomrod nem követte ezt a pár ezer évet, és azt kellene enni, amit az ősember evett. Tehát, hogy kellene egy ilyen főző műsor, Stály Judit egy barlangba, Vilmának öltözve, 3 órán keresztül pattintja a tüzet, aztán jön ez, hogy hopp, itt a tűz, amit tegnap pattintottam. Te meg megeszed otthon nyersen az egészen. Van egy ismerős házas pár, akik nem paleolit módon táplálkoznak, csak szimplán biosok. Vagy bebiosodtak, én úgy mondom. Váratlanul bebiosodtak. És esznek ők húst, de kizárólag boldog csirkét fogyasztanak. Ez egy létező kategória, a boldog csirke. Nem akkor boldog, amikor eszed. Előtte boldog, amikor meghal. Hát mielőtt meghal, mert hogy állítólag az a csirke az egészségtelen, amelyik átéri a gyárvesz a sok stressz, hogy úristen, futószalag, targoncák, kémények, rémület. Hanem a boldog csirke az csak úgy, gyanútlanul. Kapirgágat így a mezőn. És amikor úgy látják rajta, hogy jobb napja van, megvan az élettel elégedve, amit lehetett már elért, ól megvan, táp megvan, akkor ütik le hátulról, és valószínűleg a boldogtalan csirke direkt olcsó. Kísérő vagyok. Az azért rossz, az rossz. És van a rész, amit nem tudsz megúszni, a köszöntsétek egymást a béke jelével. Akkor a legváratlanabb pillanatban van idegen emberek, a kántor, aki ült a füledbe, a nő, akinek eddig a lábán álltál, akkor rettegtem, hogy a szülészetre kapta. Most aki most fog következni, ő képzett színész, neki nem okoz gondot egy ilyen jelenet eljátszása. Alakított már többfejű szijámi ikernénit is, sőt, állatokat is formált meg, ebből a kedvencem a rózsabogár, amit már alakított. Fogadják nagy szeretettel Mogás Dániel. Nagyon különleges kalandon vagyok túl, elhatároztam, hogy megvalósítom gyerekkori álmomat, hogy elvonulok az egész világtól, mert én nekem ilyen gyerekkori álmaim vannak, mert én panel lakásban nőttem föl, egy szobában, 12 négyzetméteren bátyámmal, akivel sokszor az 5000 is kevés lett volna. És hát szeretem a nyugalmat. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ha egy magam lennék a bolygón, minden másképp menne. Nagyon sok minden megváltozna, bűnözés megszűnne, közlekedési dugók, faji előítélet, alkoholizmus nem biztos, de alapvetően megszűnne az örök ellentmondás a ruházatom meg a divat között, mert ez nem a divat, amit én hordanék. Ó, apám, divatdiktátor vagyok. Sőt, nem is hordanék ruhát, mert ezeknek, hát ezeknek nem fog, ne haragudj. Hogy én erre vágytam, egy nyugodt hétvége, elvonulni a világtól, feleségem támogatott, kinéztem egy kulcsos házat, elzárt terület, Bükki Nemzeti Park, 800 méter magasan, nénivel kellett végig egyeztetni oda úton, végig azon rettegtem, hogy ott derül majd csak ki, hogy nem volt rajta a fényképen, de van a kisház mellett egy Aqua Park, és én csak a minigolf pályán lakom a fűtővel a kisházba. De nem, odaértem, minden olyan volt, mint a mesébe, erdő, néni, kisház, volt a nénivel egy erdész, mondom, helyben vagyunk, vadász meg a nagymama. Kérdés, ugye hol a piroska, hol a bor meg a kalács, egy speciális vendéglátási probléma, hogy cseréltek ágyneműt a farkas után. Hát én ezekkel szórakozottam magam, még nem ott nem maradtam városi emberként olyan problémákkal, hogy mondjuk fával kell fűteni. Nem tudom, valaki próbálta már fával fűteni, én nem, de nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Ott kezdődik, hogy sokat teszel rá, nem működik. Keveset teszel rá, nem működik. Nyitogatod, nem működik. Nem nyitogatod, nem látod, hogy mit csinál. Ha kiállsz nézni, hogy füstölen, nincs, aki rátegyen. Hát mondom, ezzel magába el leszek 2 napig. Nekem más program nem kell. Kérdezik majd, mit csinált a Zoli 2 napig. Fűtöttem, mit csináltam volna. Plusz rettegtem a szénmonoxid mérgezéstől. Azért durva, amikor nem azért kelsz fel éjszaka, hogy ége a tűz, hanem hogy te élsz egyáltalán. Hát valószínűleg otthonosabban lettem volna egy 2x2 méteres vasbeton kockával, hogy le linoleum körbe tapéta.
De aztán valami hihetetlen füstöléssel mégis a sikerült beüzemelnem, és akkor mindjárt másik mesébe éreztem magam. Kiültem a ház, én mondom, én vagyok a környéken a sima bőrű, villámló laptop, alapám, ilyet még nem láttak az állatok. El is neveztek a félelmetes csillogószeműnek. Hát láttam már, hogy másnap rügyeket fog fogyasztani, és így fáró-fára szökellek át.